Skandináv lakberendezési stílus, ahogyan arról a neve is árulkodik, az észak-európai országok kultúrájához kapcsolódik. Ez a szépséget, egyszerűséget és funkcionalitást ötvöző stílus Erdélyben még kevésbé elterjedt. De világszerte széles körű népszerűségnek örvend. Gyárfás Zsuzsa saját otthonának berendezésekor mélyült el a skandináv otthonok világában. Azóta hobbiként blogot ír, és olykor másokat is hasznos tanácsokkal lát el. Én úgy gondolom, hogy ebben a régióban mi, akik érdeklődünk a skandináv stílus fele, inkább azt látjuk, vagy arra figyelünk, hogy a világos színekre, a pasztel színekre fektetik a hangsúlyt. De én nem mondanám ezt így, hogy náluk a világos színek a dominánsak. Vannak lakások, ahol egész bátran játszadoznak a színekkel. Ami náluk nagyon erős, az valóban a föld színei, ezek a természetes színek, a zöld, a barna, inkább a barnás árnyalatok, a drap, a kávé, a cappuccino, ezek nagyon-nagyon felkapott színek náluk. Nem félnek a sötét színű padlótól se, azt enyhítik egy világosabb berendezéssel, vagy enyhítik egy világosabb ülőgarnitúrával, de nem ezt látom én. És ami nagyon jellegzetes náluk, hogy igyekeznek az eredeti padlót megtartani, vagy az eredeti mozaikot, vagy az eredeti csempét. A skandináv lakásbelső alakulásában az északi földrészt éghajlati viszontagságai is fontos szerepet játszottak. A hosszú és sötét telek világos belső tereket szültek. Az ilyen stílusú lakásokban gyakran fehér falakat és nagy ablakokat láthatunk, valamint a függönyök és sötétítők hiányára is felfigyelhetünk. Náluk nagyon-nagyon komoly iparág van e mögött, a világító testek mögött. Ők nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a belső fényekre, ugye a belső világításra, emiatt, hogy elég hosszú a sötét időszak. És ezt látom, hogy ők három kategóriába helyezik a világító testeiket. Az egyik a hangulatfény, a másik a kiemelő fény. Például, hogyha egy festmény fölé egy kis lámpát szerelünk azért, hogy nagyobb hangsúlyt adjunk annak a festménynek. És a harmadik kategória az, amikor arra figyelünk, hogy jó világítás legyen a helységben. Ilyen például a konyhában, ahol főzünk, ahol külön tevékenység, ahol vágni kell a zöldséget, ahol tényleg szükség van arra, hogy jó világítás legyen. Nagyon ragaszkodnak az eredeti darabokhoz. Tehát például az 50-es, 60-as években dizájnolt lámpákért nem sajnálják az irdatlan mennyiségű pénzt odaadni, mert nekik ez fontos. A bútorokat is a letisztult vonalak, az egyszerűség és a praktikusság jellemzik. Az otthon bensőséges hangulatához pedig az általában természetes anyagokból készült lakástextíliák, párnák és takarók is hozzájárulnak. Nagyon sokat adnak a természetes textilekre, nem igazán látom náluk, nem jellegzetes ez a selyem, ezek nem, inkább a natur textilek felé hajlanak ők. A szőnyegeik is, elég sok házi szőttes szőnyegük van, nyilván nem ugyanazokkal a motivumokkal, mint nálunk. Nagyon, nagyon nagy értéke van annak, ami kézzel készült, ami ez a handcrafted ugye náluk. Nagyon nagy kereslet van a bolha piacokon, a használt bútorra, a használt dekoráció. Tehát náluk a kopott mást jelent, mint nálunk. Náluk a kopott mögött van egy történet. Mi úgy érezzük, hogy az már nem jó, azt el kell vetni, azt ki kell cserélni, az ők, tehát náluk egy kopott ajtó nem azt jelenti, hogy újra kell festeni, hanem azt jelenti, hogy ott van egy történet, hogy ott laktak már, hogy itt éltek meg dolgokat az előző családok, szóval másképp tisztelik ők a használtat vagy a kopottat.